Köszöntöm nézőinket! Önök a Puszta Szabolcs tévéadását látják. Ha észrevételük van, írhatnak nekünk a pusztaszabolcs@tókötőjelteve.info címre. Mai magazinunkban először a Szabolcsi Hét című hírműsort láthatják, majd ami a Hírek mögött van című összeállításunkban Pap János elnök lelkésszel, a Magyarországi Baptista Egyház legfőbb vezetőjével beszélgetünk puszta szabolcsi látogatásáról. Most tehát, ahogy ígértem, kezdődjön hírmagazinunk a Szabolcsi Hét Máté G. Péter szerkesztésében. Köszöntöm a Szabolcsi Hét nézőit! Először következzenek híreink röviden. Már játszanak a téren. Orvosok főszerepben. Tanévzáró hőségben. A táncosok is beléptek. Puszta szabolcsi sárkányok a Dunán. A vége egyen jobb lett. A nyári iskolai szünetre elkészül. Ezt ígérte az önkormányzat, és az új korszerű játszóteret és pihenőparkot valóban határidőre birtokukba vehették a gyerekek és kikapcsolódni vágyók. Az új pusztaszabolcsi játszótér és pihenőpark hivatalos átadására még az időjárás is szép arcát mutatta. A katolikus templom melletti zöld területen megvalósult létesítmény teljes egészében pályázati támogatásból készült el, amelyhez Pusztaszabolcs város 39 millió forintot nyert el a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistelepüléseknél a településkép javítását szolgáló pályázatán. A Bajcsi-Zsirinszky utca és Adonyi út közötti terület egy részén megépült pihenőpark 415 négyzetméter területű, benne piknik és pingpongasztallal, padokkal, míg a játszótér 1176 négyzetméternyi területén van gördeszkapálya, játszóvár, homokozó, rugos csiga, többféle hinta, játszófal. A teljes pályázati támogatásból, amely a tervezéstől az engedélyezésig sokféle költséggel járt, mintegy 32 millió forintnyi eszközt építettek be. A hivatalos ünnepségre június 20-án került sor. Csányi Kálmán polgármester a játszótér használóihoz, a gyerekekhez szólt először avató beszédében. Ez a gyerekek, mióta én Pusztaszabolcson élek, 1991 óta, mindig állandóan az a dolog derült föl, hogy jó lenne, ha Pusztaszabolcson lenne egy nagy játszótér. Többször neki veselkedett a képviselőtestület ennek a megoldására, neki buzdulásnak most lett meg az eredménye. És itt szeretném köztünk köszönteni Combó István polgármester urat, akinek a vezetése alatt, önkormányzati vezetése alatt indult el ez a pályázat. Akkor alakult ki ez a tervezés, és alakult ki ennek a játszótérnek a elképzelése, hogy hogyan miképpen alakuljon ki, és miután lemondott a polgármesteri címről, utána derült ki, hogy a pályázatot az önkormányzat megnyerte, és már mint polgármesternek nekem adatott meg az a feladat, hogy ennek a kivitelezését lebonyolítsam. Csányi Kálmán kiemelte, hogy a kivitelező helyi vállalkozás vezetője, Nemes László igazán szívén viselte a játszótér sorsát, és odafigyelt arra, hogy ne csak a pályázati kiírásnak feleljen meg minden a téren, de a pusztaszabolcsi igényeknek is. Ennek köszönhetően a játszótérhez kapcsolódóan a játszótért kiszolgáló járdáknak a minősége is jobb lett, tökéletesebb lett, és természetesen ennek segítségével tudjuk majd használni, a gyerekek tudják majd használni a játszóteret. Mert ez a játszótér elsősorban a gyerekek számára készült, de mégis úgy gondolom, hogy a gyerek közösségek mellé felnőtt közösségek is fognak szépen fejlődni és alakulni. Hiszen miközben a gyerekek játszanak a játszótéren, a közben az anyukánk, kisgyermekes anyukánk általában, vagy kisgyermekes nagyszülők, azaz unokákat kísérő nagyszülők óhatatlanul egymás mellett kell, hogy üljenek, egymás mellett kell, hogy legyenek, és ha már egymás mellett vannak, akkor általában elindulnak a beszélgetések, elindulnak azok a fontos gondolatok a megbeszélése, amely segíti, hogy előre haladjunk, és egy új közösség alakul ki.
A polgármester a játszótér közösségteremtő hatását is kiemelten fontosnak tartotta beszédében, ahogy azt is, hogy a város egy új közösségi térrel gazdagodott. A játszóteret stílszerűen Compo István, a város korábbi vezetője, és Csányi Kálmán hivatalban lévő polgármester avatta fel egy ifjú hölgy társaságában, aki a jövőbeni használókat képviselte a szalagátvágás ceremóniáján. Mi megfogjuk, és kivágd el, légy szíves, itt, jó? Itt, és ide is egyet. Ugye szerteszünk emlékbe a polgármester úrnak is, hogy teszünk egyet. Ott is vágjál, te vagy a vágó ember ma. Tessék, úgy van. Köszönjük. A polgármester azt kívánta, hogy a gyerekek örömmel használják az új játszóparkot, a felnőtteket pedig arra kérte, hogy vigyázzanak a nagyértékű térre. Az átadó ünnepség hivatalos része után a gyerekek birtokukba vették új játszóhelyüket, amelyet házirend szerint lehet használni, és térfigyelő biztonsági kamerák is védenek az esetleges rongálóktól. Főszerepben a házi orvosok. A korábbi személyében új vezetője van az óvodának, térfigyelő kamerák a templomnál. Sok fontos kérdésben döntöttek a képviselők a legutóbbi testületi ülésen Pusztaszabolcson. 20 napirendi pont szerepelt a pusztaszabolcsi választott városvezetők legutóbbi testületi ülésén. Többek között megtárgyalták az óvodavezetői pályázatra érkezett pályamunkát. A képviselők bizalmát a pusztaszabolcsi városi óvodát az iskolával közös intézményi igazgatás megszűnése óta megbízással vezető Bartokné Piller Magdolna nyerte el, ő irányíthatja továbbra is a legfiatalabbak nevelési intézményét. Megszavazták a képviselők a testület idei második félévi munkatervét, majd a fogorvosi és háziorvosi szerződés módosításokról és háziorvosi szerződések jóváhagyásáról döntöttek. Változik a gyermekorvosi ellátás helye. Miután dr. Kádár Attila gyermekorvos július 31-ével felmondta az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződését, a város vezetésének meg kellett oldania a helyettesítését, továbbá megtalálni a rendeléshez szükséges és megfelelő helyiséget. A több lehetséges helyszín közül a városvezetők a mentőállomásnak is helyet adó épületet találták megfelelőnek. A következő lépésként az itt kialakítandó gyermekorvosi rendelő terveit készíteti el és megépítésére kér árajánlatokat az önkormányzat. A pusztaszabolcsi hagyományőrző és hagyományteremtő alapítvány arra kérte az önkormányzatot, hogy helytörténeti gyűjteményéhez önálló helyiséget biztosítson számára. Az alapítvány több lehetséges helyiségre is javaslatot tett. A képviselők egyetértettek a helytörténeti gyűjtemény önálló helyiségének szükségességével, és úgy határoztak, hogy az alapítvány képviselőjével, Czöndör Mihálynéval közösen keresik meg a legmegfelelőbb helyszínt. Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény értelmében a város önkormányzatának 5 évente helyi esélyegyenlőségi programot kell alkotnia. A város választott vezetői elfogadták a most elkészült és 5 évig hatályos helyi esélyegyenlőségi programot. Javában tart az első ízben megrendezendő Szabolcsi Nyári Fesztivál elnevezésű műsor és programsorozat szervezésre, amelyről Kis Kornélia közművelődés szervező számolt be a képviselőknek, akik a beszámolót tudomásul vették. A Pusztaszabolcsi Ivó és Szennyvíz Szolgáltató, a DRV ZRT arról tájékoztatta a Pusztaszabolcs város önkormányzatát, hogy újabb szivattyú ment tönkre. Az Adonyi úti átemelőben található búvárszivattyú javítása, illetve cseréje vált szükségessé. A képviselők úgy határoztak, hogy a szennyvízszolgáltatás megfelelő működése érdekében a szükséges munkálatokat elvégezteti a DRV-vel. Jó hír a pop és rock zene kedvelőinek, hogy a város idén is megállapodást köt az Agárdi Popstrand üzemeltetőjével. Ennek értelmében a város 180 ezer forint plusz áfa összeget fizet a Popstrandnak, cserébe a pusztaszabolcsi állandó lakosok 50%-os kedvezménnyel nézhetik meg az Agárdi műsorokat. A pusztaszabolcsi római katolikus egyházközség azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a játszótér térfigyelő kamerákkal történő ellátásával együtt szereljenek fel olyan kamerákat is, amelyek a templom megfigyelését biztosítják, mert a templomi betörések száma, a rongálások és a falfirkák rendszeressé váltak az utóbbi időben. A képviselők egyetértettek a kéréssel, így a templomot is térfigyelő kamera védi majd a jövőben a rossz szándékú emberektől.
Bár már javában tart a nyári iskolai vakáció, mi most mégis egy iskolai eseményre tekintünk vissza. Megtartották a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola tanévzáró ünnepségét. Itt mondjuk el, hogy Kocsis József igazgatóval készült hosszabb értékelőt a következő műsorunkban láthatják. A Rekkenő hőségben megtartott tanévzáró bizonyítványozta ünnepségen már az időjárás is jelezte, ideje befejezni erre a tanévre a tanítást és elengedni a gyerekeket jól megérdemelt pihenőjükre. Az évzáron, amelyen a város polgármestere Csányi Kálmán is részt vett, Kocsis József igazgató mondott ünnepi beszédet. Az igazgató beszédében kiemelte, hogy a tanévet 481 diák kezdte és 470 fejezte be. A tanulókat 31 tanár segítette, oktatta a tanév folyamán. Alig 10 hónap ezelőtt, 2012-13-as tanév megnyitóján beszéltem arról, hogy rendhagyó tanév elé nézünk. Rendhagyó volt ez a tanév, mert az idei évben az iskola összes osztálya egy helyen kezdte meg a tanulmányait. Rendhagyó volt azért is, mert a fenntartó döntésnek következtében 12. szeptember 1-től megszűnt a közös igazgatás, és végig új néven József Attila Általános Iskolaként működtünk tovább. Rendhagyó volt már csak azért is, mert a törvény változása következtében 2013. január 1-től a Kébezberg Intézményfeltartó Központ Dunajvárosi Tankerülete fenntartás alá kerültünk, miközben a működés maradt az önkormányzatnál. Rendhagyó volt azért is, mert szeptember 1-től az első és ötödik osztályban minden nap volt testnevelés óra, jövőre pedig már 4 osztályban lesz mindennapos testnevelés. Rendhagyó volt azért is, mert az idei tanév végén először tettek nyelvvizsgát azok a 8-os tanulók, akik emelt óraszámban tanulhatták a nyelvet. Örömmel mondhatom, hogy sikeresen vették ezt az akadályt, mert a 18 vizsgázók közül 5-en kiválóan megfelelt, 9-en pedig jól megfelelt minősítést szereztek. Rendhagyó volt azért is, mert január 1-től úgy kellett megvalósítani problémáinkat, hogy a fenntartótól, az államtól semmilyen támogatást nem kaptunk egyetlen egyesen. Ennek ellenére nemhogy nem maradt egyetlen egy programunk sem, hanem még a tervezetnél is több programot sikerült megvalósítanunk, a sikeres pályázatok és az alapítványi támogatásoknak köszönhetően. Az igazgató az arra érdemes diákoknak könyvjutalmat adott át. Miklán Szabina, szintén a levelezőversenyhez kiemelt eredményeket áll. Csikós Noé, szintén levelezőversenyhez kiemelt eredményeket. Liptai Tamás, szintén két levelezős verseny is nyújtott, kiemelt az első helyet. Molnár Lili, szintén a legelős verseny jutott első helyet. A diákok műsora már a következő órák hetek eseményeit vetítette előre, hiszen az évzáró végével azonnal kezdődött is az oly áhított vakáció. Kék a végén a fű, ezt az évet is túlélték a fősök. Újabb szakosztállyal gyarapodott a Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület. A versenytáncosok is a klub keretein belül folytatják mostantól tevékenységüket. A
Puszta Szabolcson működő könnyű léptek latin tánccsoport 2001-ben alakult, és az első három évben amatőr csoportként tevékenykedett. 2005. februárjától csatlakoztak a Spring Ball Sport Egyesülethez. Évente sok falunapon, más jellegű rendezvényen, sportnapokon vesznek részt, és komoly sikerekre tesznek szert. Más helyszínek mellett táncoltak Budakalászon, Ráckeresztúron, Nagyvennyimen, Baracson, Székesfehérváron és természetesen Puszta Szabolcson is. A tánccsoport jelenleg 18 fővel működik, ebből három pár rendszeresen indul a különböző tánciskolás versenyeken. A tánccsoport nemrégiben felvételét kérte a Pusztaszabolcsi Szabadidős Sport Egyesületbe, mint versenytánczakosztály. A tagsági viszony július 1-ével hivatalosan is létrejött. Ahogy Szabó Gábor a táncosok vezetője a Szabolcsi Hétnézői tájékoztatta, céljuk, hogy megszerettessék a város minden korosztályával a versenytáncot, sikeres táncosokat neveljenek, ezzel is emelve Puszta Szabolcs hírnevét. Puszta Szabolcsi sárkányok a Dunán. Az Adonyi Dunanap alkalmával rendezték meg azt a sárkányhajó versenyt, amelyen szép számmal vettek részt Puszta Szabolcsi sportolók is. Harmadik alkalommal rendezték meg Adonyban a Dunanapot, amelyen sok vízes verseny is szerepelt. Közöttük is a program fénypontját jelentette a sárkányhajó viadal, amelyen a pusztaszabolcsi sportemberek két hajóban is képviselték városukat. A pusztaszabolcsiak a kisebb, 12 fős sárkányokban versenyeztek, ebben a hajóban 10 evezős mellett egy kormányos és egy az ütemet adó dobos foglal helyet. A sprintverseny távja 150 méter volt, a győzelmet és a helyezéseket három futam és páros versenyek alapján döntötték el. Hajrá, Szabolcs! Hajrá, Szabolcs! Hajrá, Szabolcs! 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 Hajrá, Szabolcs! Hajrá, hajrá! Szabolcs! 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 Jó volt! A Puszta Szabolcsiak a hat felnőtt együttes között a negyedik helyet szerezték meg. A csapat tagja volt Ádám László, Ármai Attila, Bérci Lajos, Csombok Pál, Dobrán Anikó, Dudásné Mester Judit, Dudás Tibor, Kovács Lajos, Kovács Zsuzsa, Molnár Sándor, Tüke László, Varga Ildikó. Egy másik csapatban az Elte Mente et Manteo csapatában is versenyzett négy Puszta Szabolcsi sportember, Döbröcönyi Szintia Dóra, Simon Dorottya, Simon István és Stupa József. Ez a csapat az ötödik helyet szerezte meg, tájékoztatta a Szabolcsi Hét szerkesztőségét Ádám László. Végérvényesen véget ért a 2012-2013 évi megyei labdarúgó bajnokság. S bár a pályán a PSC az ötödik helyet szerezte meg, a végeredmény más lett. Miközben a Puszta Szabolcsi labdarúgás hívei az U19-es utánpótlás csapat ezüstös sikerét ünnepelhette, sokaknak okozott rossz érzést, hogy egy tulajdonképpen jó tavaszi szezon után a Puszta Szabolcs SC megyei másodosztályú együttese a bajnokság legvégén történt kisiklás miatt csak az ötödik helyet szerezte meg. Legalábbis a pályán és a mérkőzéseken elért pontok alapján. Előző műsorunkban azt mondtuk, hogy a várt Puszta Szabolcsi siker annak ellenére elmaradt, hogy a Kálóz az utolsó negyed órát egyik játékosuk kiállítása miatt emberhátrányban küzdötte végig. A PSC az utolsó fordulóbeli vereséggel mindössze egyetlen pont hátránnyal az ötödik helyen fejezte be a 2012-2013-as megyei másodosztályú labdarúgó bajnokságot. Nos, az élet és a labdarúgó szövetség nagy rendező, mert a végeredmény nem ez lett. A PSC mindvégig nagy versenyfutásban volt a seregélyessel, amelyet egy esetleges Kálóz elleni döntetlennel azonos pontszám mellett, de sokkal jobb gólkülönbséggel is megelőzhetett volna a bajnoki tabellán. De tudjuk, a sportban a ha szócskának nem sok értelme van. A sportág évkönyvébe a végén mégiscsak az kerül be, hogy a most véget ért megyei másodosztályú bajnokságban a PSC felnőtt csapata, a bajnok Dunaújvárosiak, az ezüstérmes Ercsi és a harmadik Abasárvíz mögött a rangos negyedik helyet szerezte meg. Történt ugyanis, hogy a megyei labdarúgó szövetség az így ötödik helyen záró seregélyestől a végén két pontot valamilyen ok miatt levon. Tiszteletre méltó eredmény a Puszta Szabolcsi negyedik hely, kár, hogy egy kicsit savanyú ízű. Ez a csapat ugyanis képes lett volna jobb odafigyeléssel nem csak alanyi jogon megszerezni a negyedik helyet, de akár a bronzérmet is. Adott tehát a feladat a következő szezonra. Híreink még egyszer röviden. Már játszanak a téren. Orvosok főszerepben. Tanévzáró hőségben. A táncosok is beléptek.
Pusztaszabolcsi sárkányok a Dunán. A vége egyen jobb lett. A Szabolcsi hétvégén megköszönöm figyelmüket. Önök a Pusztaszabolcs TV hírműsorát látták. Ami a hírek mögött van. Nagy esemény volt a mindössze 7 éve működő Pusztaszabolcsi baptista gyülekezet tagjai számára a baptista egyház legfőbb magyarországi vezetőjének, Pap János elnök lelkésznek a látogatása. Az eseményen Csányi Kálmán Pusztaszabolcsváros polgármestere is részt vett. Az elnök úr készségesen adott interjút a Pusztaszabolcs TV részére. Németh József és felesége Erzsébet asszony nagyon messziről került Pusztaszabolcsra. A baptista lelkész Németh József 63 éve látta meg a napvilágot az egykori Jugoszláviában, egy magyar család gyermekeként. Felesége Alföldi Erzsébet Argentinában született magyar szülőktől. Mindketten Argentinában ismerkedtek meg a baptista hittel. Az Argentin Misszió Szövetség küldötteiként érkeztek Magyarországra 2000 májusában. 6 éven keresztül a velencei baptista gyülekezetben segítettek tanító pásztorokként, majd 2006. júliusában egy újabb küldetés várt rájuk. Az egyház Pusztaszabolcson vásárolt egy épületet, és itt kezdték meg gyülekezeti munkájukat. Bizonyára tekinthetjük Németh József munkássága elismeréseként azt is, hogy június 22-én a Pusztaszabolcsi baptista gyülekezethez látogatott a magyarországi baptisták első számú vezetője, a baptista egyház elnöke Pap János, aki készségesen adott interjút a Pusztaszabolcs TV számára. Az elnök úrtól megkérdeztük, annak ellenére, hogy egy több mint 400 éves régi egyházról van szó Magyarországon, miért csak az utóbbi negyed évszázadban lett igazán közismert a baptista hit? Azt gondolom, hogy bár nagyon régóta itt vagyunk Magyarországon, de viszonylag kis közösségként az elmúlt korábbi rendszerben, amikor a templomok az imaházak falai közé szorították a keresztényeket, így nem volt lehetőségünk szélesebb körben szolgálni. És azt a jellemzőjét a közösségünknek megmutatni, ami a szeretett szolgálat, a készséges, gyorsan segítés és ott lenni a különböző bajba jutott emberek mellett. Mivel erre az elmúlt időszakban rendszerváltás óta sokkal több lehetőségünk volt, és mivel egy olyan társadalomban élünk, amely egy nyitott és befogadó társadalom, meg tudjuk élni a hitünket és meg tudjuk mutatni azt, aki bennünk van a Krisztus és ahogyan ő működik rajtunk keresztül ma. A velencei gyülekezet országosan is ismert és elismert, elsősorban a baptista szeretetszolgálat szegényeken, bajba jutottakon, katasztrófát szenvedetteken segítő tevékenység erejében. De vajon hány gyülekezet működik ma országszerte, és hány hívő vallja magát baptistának? 350 helyen vagyunk jelen az országban, kisebb-nagyobb gyülekezetekben, akár egy-egy településen több gyülekezettel is, Budapesten vagy a megyei jogú városokban. Vasárnapról vasárnapra körülbelül 15-20 ezer emberrel találkozunk a gyülekezeteinkben, és az elmúlt évek során az 1%-os felajánlók száma mutatja azt a dinamikus növekedést, amely egyébként a gyülekezeteinkben is megtalálható, megtapasztalható. Így körülbelül 21 néhány ezer ember az, aki támogatja ma Magyarországon a baptistákat, és közel 100 ezer emberrel vagyunk rendszeres kapcsolatban. A baptisták keresztények mégis másként élik meg Isten hitüket, mint a többi felekezet hívői. Megkérdeztük Pap János vezető lelkésztől, hogy mi is a baptista hit lényege. Mi baptisták a reformáció egyik egyháza vagyunk. Egy olyan közösség, amelyben egyrészt a bibliás kereszténység jellemző. Egyedül a Szentírásra szeretnénk alapozni az életünket. Másrészt minden egyes hívőnek szüksége van személyes élő hitre és élő közösségre Jézus Krisztussal, megtérés, újjászületés által, és ezt követően merítjük be felnőtt hitvalló keresztséggel, úgynevezett bemerítéssel a gyülekezetek tagjait. Így nem csecsemőkorban lesznek a közösségnek a tagjaivá azok, akik baptistának vallják magukat. Másrészt jellemző a lelkiismereti és vallásszabadság fontos értékének hangsúlyozása szerte az egész világon a baptistákra. Az is jellemző, hogy a gyülekezetekben él az egyház, azaz a helyi gyülekezetek a legfontosabb sejtjei, közösségei az egyháznak. Az is jellemző ránk, hogy a gyülekezetek tagjai
szerte az országon és világszerte aktívan kiveszik a részüket a lelki munkában, a szolgálatokban, így nem egy lelkész vagy pap centrikus a gyülekezet, hanem egy közösség centrikus közösség. Egy tavaly készült és publikált felmérés szerint Magyarország nem igazán vallásos ország, hiszen csak a lakosság 39%-a vallotta magát istenhívőnek. A baptista egyházfőtől megkérdeztük, hogy véleménye szerint meg lehet-e győzni a tanulmányai során a tudományokat megismerő fiatalokat Isten mindenhatóságáról. Én azt tapasztalom, hogy a formális kereszténységnek van leáldozóban. És az igazi, megtapasztalható, valóságos, élő hitet hozó és adó hitek, és benne a kereszténységnek azon közösségei, akik erre lehetőséget adnak, azoknak továbbra is van tere, létjogosultsága. Én fokozatosan azt látom, hogy növekszik az érdeklődés a gyülekezeteink iránt. Ezt például a népszámlálás legfrissebb adatai is megmutatják, hiszen bár aminek nem örülünk, hogy a népegyházak, az úgynevezett népegyházak közel 30%-kal csökkentek a visszajelzések alapján, de például a baptista egyház is és más hasonló felekezetek növekedtek az elmúlt 10 év során, és ez azt mutatja, hogy a társadalomban igenis van igény az evangélium iránt. Pap János egyházelnök látogatása egyfajta elismerése is lehet a pusztaszabolcsi gyülekezet tevékenységének, ezért arra kértük az elnök lelkészt, jellemezze a pusztaszabolcsi gyülekezetet. A pusztaszabolcsi gyülekezet egy kis közösség, az elmúlt évek során indult, de jelentősen tevékenykedik a városban és a környezetében is. Örülünk annak, hogy jó kapcsolata van a baptista szeretetszolgálattal, a környék baptista gyülekezeteivel, és éppen ezért szeretnénk támogatni és segíteni az ő további lelki növekedésüket és a településért végzett szolgálatukat. Én azt gondolom, hogy egy aktív és egy színes közösség ez a jelenlévő pusztaszabolcsi gyülekezet. A baptistákat ma leginkább a szeretetszolgálatuk tevékenysége miatt ismerik az emberek. S bár az egyház és a szeretetszolgálat közötti kapcsolat egyértelmű, a mikéntje közel sem ismert a baptista hittől távolállók számára. Pap Jánost ennek megvilágítására kértük. Közel 20 évvel ezelőtt a Magyarországi Baptista Egyház megalapította a Baptista Szeretet Szolgálat Alapítványt. Így jött létre ez a szolgálat, ez a tevékenység, amely a magyarországi baptistáknak egy vezérhajója, zászlós hajója a szociális és oktatási tevékenységben, a társadalmi hatásban és a jelenlétben. Örülünk annak, hogy sokan baptista gyülekezetekből részt vesznek a Baptista Szeretet Szolgálat munkájában, és a Baptista Szeretet Szolgálat vezetőivel a Baptista Egyház rendszeresen egyeztet, hogy az egyházon belül lévő szervezet mindazokat a tevékenységeket a lehető legjobban tudja folytatni, amiket végez a társadalomban, Magyarországon vagy külföldön. Tiszteletben tartva az igen elfoglalt egyházfő idejét, végezetül már csak arra voltunk kíváncsiak, miért tartotta fontosnak, hogy egy olyan kicsi gyülekezethez is ellátogasson, mint a pusztaszabolcsi. Az egyház vezetői nem ülhetnek elefántcsontoronyba valahol messze az egyes hívő emberektől és a mindennapi élettől és a szolgálattól. Mi benne vagyunk, mi testvérek vagyunk, mi része vagyunk egymásnak, egymás életének, és éppen ezért szerettem volna a meghívásra ide is ellátogatni, találkozni az itteni hívőkkel, az itteni lelki munkásokkal, bátorítani, segíteni őket, és egyáltalán rálátni az ő munkájukra, az ő szolgálatukra. Ez egyrészt a közösség részéről egyfajta gesztus vagy támogatás a gyülekezet felé, de ugyanakkor a gyülekezetnek egy lehetőség arra, hogy a kapcsolatokat ápolja az egész közösséggel. Mai műsorunk ezzel véget ért. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, várom Önöket következő műsorunknál is. Viszontlátásra!